A szemerkélő eső ellenére rengeteg futó állt rajthoz a hétvégén Moson-Magyaróváron. A Strucz Futóklub idén is megrendezte a már hagyományosnak számító Sziget közmini maratont. A több mint 650 induló Győr-Moson-Sopron megye legnagyobb utcai futóversenyévé tette a rendezvényt. A megmérettetésen mindenki egyenlő esélyekkel indult, erről a rajtszámhoz járó chip gondoskodott. A chip az a úgy most már modern időmérési eszköz, amikor a chippel áthalad a rajtvonalon, akkor onnan elindul az órája, és amikor beér a célba, akkor meg megáll az órája, tehát mindenkinek egyéni mérés van. Tehát nem számít az, hogy 100 méter hosszú a sor a rajtnál, mert mindig mindenkinek azt az idejét méri, amit valójában teljesít. A versenyzők 4 és 16 kilométeres távon indulhattak. A mezőnyben képzett és amatőr futókat is találhattunk. Sokan nem az első hely miatt vágtak neki a távnak, maguknak akartak bizonyítani. Itt mindenki csak magával versenyezik. A futás az meg mindig csak egy magányos sportág, de a csapat az itt magával. A minimaratonról senki nem távozott üres kézzel, hiszen a szervezők helyezéstől függetlenül érmet adtak minden befutónak.